Kedves diákok, kedves tanárok, nagy öröm nekem, hogy itt beszélhetek. Ez egy nagyszerű kezdeményezés, mi ott a műegyetemen irigyeljük is érte az eltéseket, de azt gondoljuk, hogy a haszon az úgyis közös. Amiről ma beszélni fogok, az nem fizika. Szűkebb értelemben véve nem fizika. Közös professzorunk, Marx György, amikor akadékoskodók megkérdezték, hogy hát hogy van az, hogy a fizikusok mindenbe beleütik az orrukat, és mindenfélével foglalkoznak, akkor azt mondta, hogy fizika az, amivel a fizikusok foglalkoznak. Ilyen értelemben fizikáról lesz szó. Elnézést kérek, hogy angol nyelvűek a kivetített anyagok, de így két legyet ütünk egy csapásra, mert nem csak fizikát tanulunk, hanem angolt is. A komplex rendszerekről lesz szó. Komplex rendszerek körülvesznek bennünket, hogy mik ezek, ezt nem olyan könnyű megmondani, nem olyan könnyű definiálni, hogy mi a komplex rendszer. Körülírni lehet, tulajdonságait lehet felsorolni, ugye, aki exakt dolgokkal foglalkozik, mint a fizika, az tudja, hogy nagy különbség van a között, hogy amit definiálunk, vagy elmondjuk róla, hogy milyen tulajdonságai vannak. Komplex rendszerek általában nagyon sok komponensből állnak, sok összetevőből, és ezek az összetevők, ezek kölcsönhatásban vannak egymással, kapcsolatban vannak egymással. A rendszer, az egész rendszer nem lineáris, ami azt jelenti, hogy néha egész kis hatás, kis bemenőjel, kis változás nagy hatást vált ki, és egyfajta alkalmazkodási készség is, vagy képesség is van legtöbbször ezekben a rendszerekben. És amit úgy hívnak, hogy emergens jelenségek, ilyen teljesen újszerű jelenségek jelennek meg ezekben a komplex rendszerekben. Egész röviden, frappánsan úgy szoktuk ezt leírni, hogy azt mondjuk, hogy a komplex rendszerekben az egész több, mint a részeknek az összege. Nos, egy kicsit szeretném a figyelmet arra felhívni, hogy komplex az mást jelent, mint komplikált. Ugye a komplikált az a latin eredetű szó arra, hogy valami bonyolult, hogy össze van rakva sok mindenből, és ez egy órának a belseje, amiről nyugodtan elmondhatjuk, hogy bonyolult. Ha rámutatunk ottan egy kis fogaskerékre, akkor kevesen lesznek a hallgatóságból, akik meg tudják mondani, hogy annak a kis fogaskeréknek mi a szerepe. De azt gondolom, hogy a többségnek, hogyha azt mondanák, hogy hát ez bizony nagyon fontos, hogy ezt megértsd, és itt van egy könyv, és ülj le a könyvtárba, és olvasd el, vagy az interneten keresgéld ki, hogy mi micsoda, akkor bizony egy bizonyos idő után ezt szépen le tudnák gombolítani, hogy mi annak a kis fogaskeréknek a szerepe. Azért, mert az egésznek van egy lineáris logikája, hogy elindulunk innen, és akkor ez kapcsolódik ehhez, ez meg ezt okozza, és így tovább, és a végén megértjük, hogy az egész óra hogy működik. Le tudjuk gombolítani. Nem ez a helyzet, ha mondjuk az agy működéséről szeretnénk valamit megtudni. Nyilvánvaló, hogy az agy is sok részből áll, ugye, ha más nem mondjunk, az agysejtekből, és ezek kapcsolatban vannak egymással. De nyilvánvaló az, hogy ez nem egy ilyen egyszerű lineáris logika, hogy összerakom ezeket az agysejteket, szépen legombolítom a logikát, és abból akkor gondolatok és érzelmek születnek. Tehát itt vannak ezek az emergens jelenségek, ezek a felbukkanó, teljesen újszerű jelenségek, amelyek a kölcsönhatás eredményei. Nagyon sok ilyen rendszer van, a sejt maga is ilyen, az is nagyon sok összetevőből áll, de ilyen a társadalom is. A társadalomban az egységeket lehet embereknek tekinteni, de bizony az emberek, ha együtt vannak, akkor nagyon érdekes dolgokra képesek. Erről lehetne sokat beszélni, úgy van. Az internet is egy ilyen érdekes, komplex rendszer, nagyon sok összetevője van, ezek kapcsolatban vannak egymással, és hát nyilvánvaló, hogy érdekes, újszerű jelenségek bukkannak fel, például torlódási jelenségek lépnek föl. És a gazdaság, ami ugye az emberi társadalomnak egy produktuma, a gazdaság maga is egy komplex rendszer, aminek az összetevői a gazdasági szereplők, a cégek, a bankok, mi is tulajdonképpen, és ezek a gazdasági szereplők kölcsönhatnak, és nagyon érdekes kollektív jelenségeket tudnak előidézni, például globális válságot. Most ez az ábra, ez arra próbálja felhívni a figyelmet, hogy ez a komplexitás, ez nem egyszerűen egy mennyiségi kérdés. Itt össze van hasonlítva a muslincának, ez a bonyolult latin nevű lény, ez a muslinca. A muslincának a genetikai állománya az emberével. És hát tényleg, ugye a muslinca, azt gondoljuk, valamennyien egy kicsit egyszerűbb nálunk, és valóban a muslincának a génállománya az kisebb. De nem sokkal kisebb, tehát néhányszor kisebb, mi pedig szeretjük azt gondolni, hogy mi nem néhányszor vagyunk komplikáltabbak a muslincánál. Tehát itt valami kell még, ami a mennyiségi különbségen kívül megmagyarázza ezt a komplexitást, amit mi magunkénak érezzünk, és ez nem lehet más, mint az a mód, ahogy egymáshoz kapcsolódnak ezek az elemek, ez jelen esetben a gének. Tehát ez a kapcsolódási mód, az egész rendszernek a váza, a topológiája, a hálózat, ami mögötte van, az adja a komplexitást. Vagy legalábbis annak a gerincét. Itt egy másik példa lényegében ugyan erre, hogy a mennyiség az milyen minőségi különbségeket tud előidézni. Az ábra azt mutatja meg, hogy a különböző emlősöknél az agynak egy bizonyos része hogyan aránylik, ezt úgy hívják, hogy neokortex, hogyan aránylik az egész agyhoz. És ugye ez van a vízszintes tengelyen, és a függőleges tengelyen pedig az van feltüntetve, hogy ezek az állatfajták, vagy fajok, ezek milyen csoportméretekkel jellemezhetők. Ugye ezek csoportokban élnek, nem mindenfajta, de amik itt fel vannak tüntetve, azok csoportokban élnek, és azt látjuk, hogy egyfajta monoton kapcsolat van az agynak a szerkezete, ez a neokortex arány, és a csoportméret között. Ez egy kölcsönhatás miatt van így. Ugye ahhoz, hogy a csoportot tudjuk menedzselni, ahhoz fejlett agyvelőre van szükség, és a fejlett agyvelő lehetővé teszi, hogy egy csoportot tudjuk menedzselni. Tehát ez az evolúció során így alakult ki. Egy Robin Dunbar nevű brit tudós fedezte ezt fel, és ő bátran extrapolált az emberekhez, és azt mondta, hogy a mi neokortex arányunk az azt sugallja, hogy az emberi csoportoknak a karakterisztikus mérete az 150 körül van. És ez széles körben vizsgálták, és tényleg így van, hogy körülbelül 150 főt, persze óriási egyéni ingadozások vannak, mint minden emberi tulajdonságban, körülbelül 150 főt tudunk tényleges társadalmi kapcsolattal nyilván tartani, ennél jóval többet ismerünk fel. Persze ezreket fel tudunk ismerni, de azok, akikkel, hogyha találkozunk, mindjárt fel tudjuk venni a beszélgetés fonalát, azok körülbelül 150-en vannak. És hát ez nyilvánvalóan mutatja, hogy az agy fejlődése az ugye egy ilyen mennyiségi növekedés lehetővé tett, de hát ez oda vezetett, ugye, hogy az emberi társadalom teljes komplexitása létre tudott jönni. Ezt egy kicsit árnyaltabban is lehet nézni, hogy ez a 150 fő, ez persze egyfajta hierarchiába rendeződik, mert a legbelső körben a legszorosabb kapcsolatok vannak, ezek nagyon kis számúak, és aztán ilyen koncentrikus körökben lehet ezt elképzelni, hogy hogyan alakulnak. Úgyhogy azt látjuk, hogy ami számít, az, hogy hogyan vannak az elemek egymáshoz kapcsolódva. Ez persze nem a teljes igazság, nem a teljes történet, mert a kapcsolatoknak a finom részletei is fontosak, de látszik az, hogy nagyon lényeges az, hogy hogyan kapcsolódnak egymáshoz ezek az elemek. Úgyhogy azt lehet mondani, hogyha bennünket érdekel egy komplex rendszernek a szerkezete, akkor most már van egy tervünk, hogy mit kell csinálni. Meg kell először is állapítani, hogy mik az elemek, amik kölcsönhatásban vannak egymással, mi a hálózat, ami mögötte van, mi annak a topológiája, meg kell tanulni, hogy milyen szerkezetek vannak, milyen különböző szintű, milyen hierarchikus szerkezetek vannak ebben a hálózatban, és hát aztán tovább kell persze lépni, és meg kell tudni azt, hogy az egyes tulajdonságok, a komplex rendszer egyes tulajdonsága milyen kapcsolatban vannak ezekkel a topológiai elemekkel, és persze a vége az egész történetnek, a vágyunk az, hogy megértjük azt, hogy az egész dinamikai viselkedés hogyan elemezhető, hogyan írható le, ne adj Isten, hogyan jósolható. De mindehez, hogy ezt véghez tudjuk vinni, adatokra van szükségünk. Ugye mi fizikusok vagyunk, mi nem filozófiát akarunk csinálni, hanem kőkemény tudományt, és ehhez valamilyen szinten az empirikus tapasztalatokra szükségünk van. Ez pedig az adatokon keresztül vezet. És hát itt jön be az, amit a címben már említettem, hogy az információs, kommunikációs technológia fejlődésével ezen a téren óriási lehetőségek nyíltak meg. Ugye azt mindannyian érezzük, persze minél fiatalabb valaki, annál kevésbé érzi, hogy ez mennyire új és mennyire változott, mert már belenő ebbe az új világba, hogy az információs, kommunikációs technológiának a hallatlan fejlődése milyen gyökeresen megváltoztatta az életünket nagyon sok vonatkozásban. Ugye megváltoztatta az elérhetőségünket, erre nemrég láttuk egy példát. A munka módszereinket megváltoztatta azt, hogy hogyan szerzünk információt, ezeken hogyan bánunk, hogyan tanulunk, másképp tanulunk ma, mint ezelőtt 20 évvel, még akkor is, hogyha az oktatás szervezők ezt nem nagyon hajlandók tudomásul venni, ettől függetlenül a diákok másképp tanulnak. A vásárlás, a szórakozás megváltozott, a kapcsolatteremtés és menedzselés teljesen új perspektívát kapott. Hozzá kell tennem, ugye, hogy a személyiségi jogokkal kapcsolatos kérdések nem kis mértékben változnak, és a társadalmi politikai aktivitás is lényeges mértékben megváltozott. Ugye lehet beszélni egy Facebook nemzedékről, és hát maga az információs kommunikációs technológia, azt lehet mondani, hogy történelemformáló tényezővé vált. Ugye? Erre van itt néhány példa, az újságokból kivágva, hogy ez a Facebook nemzedék milyen szociálpszichológiai problémákkal néz szembe, hogyan változik a személyiségi jogoknak a kérdése, a tanulás, tanítás, a munka megváltozik teljesen, ugye a hagyományos irodák azok meg fognak szűnni, legalábbis ezt állítja a Microsoft, és hát ez az ismert példa arra, hogy a Facebook tényleg egy ország történelmét meg tudja változtatni. Adatokat produkálunk állandóan. Még akkor is, hogyha ezt nem tudjuk. Ahogy itt ülünk, adatokat produkálunk. Ugye a telefonjaink be vannak kapcsolva, még akkor is, hogyha mindenki udvariasan a hangot levette, és ezek a telefonok állandóan különböző kis applikációkat bekapcsolnak, és ezek az applikációk az adatokat szépen sugározzák magukból. De hogyha végig gondoljuk egy napunkat, akkor kiderül, hogy a nap nagy részében adatokat hozunk létre. Ugye amikor telefonálunk, amikor orvosnál vagyunk és megvizsgál bennünket, amikor e-mailezünk, amikor vásárolunk, és így tovább állandóan adatokat produkálunk. És ezek az adatok, ezek nagyon értékesek, mert megváltoztatják a társadalomtudományt. Szokás a természettudományban egyfajta pökhendiséggel nézni a társadalomtudományra, és hát bizony tény, ugye, hogyha valaki tud angolul, akkor, és ezt nem akarom felolvasni az egész szöveget, de itt az van leírva, hogy eddig a társadalomtudósok persze jól tudják definiálni, hogy mik a komoly problémák, mik a tényleges kihívások a szociológiával szemben, de ugye szegények mit tudnak csinálni? Kérdőíveket küldenek ki néhány száz, néhány ezer embernek, vagy leülnek a kis jegyzetfüzetükkel, és figyelik, hogy hogyan viselkednek a csoportok. De ma, amikor ezek a hatalmas adatmennyiségek, adattömegek rendelkezésünkre állnak, ma megváltozik az egész társadalomtudomány, mert ezeknek az adatoknak a segítségével egész nagy társadalmi csoportokat, akár egy egész társadalomnak a viselkedését lehet tanulmányozni. Zárójelbe jegyzem itt meg, hogy ez persze nem azt jelenti, hogy most itt felváltjuk a hagyományos társadalomtudományt, mert ezeknek az adatoknak az elemzése más típusú, új típusú kérdésekre tud választ adni, de a korábbi eszközök változatlanul fontosak. Hát milyen módon változik meg az eszköztár, amivel a társadalmi kapcsolatokat megpróbáljuk leírni? Hát először is honnan szerezzük az adatokat. Ha telefonálunk, ugye, akkor följegyzésre kerül az, hogy ki, kit hívott, mikor, hol, mennyi ideig. Ez nagyon fontos a cégeknek, mert ez alapján küldik ki a számlát. Ilyen egyszerű magyarázata van ennek. Ha SMS, MMS, Skype adatokat tudunk elemezni, az e-mail adatok, ezek mind megvannak valahol. De szélesebb értelemben nagyon sokféle tevékenységről lehet szó. Amikor vásárolunk, ugye vannak ezek a pontgyűjtő kártyák, ki tudják, hogyha elmennek, bizony nem akarom itt reklámozni egyik szupermarket láncot sem, de vannak ezek a pontgyűjtő kártyák, hát ezeket nem azért adják, hogy az év végén azt a 2%-ot vagy 1%-ot visszafizessék, hanem őnekik nagyon fontos információ a vásárlási áru struktúrából ők következtetéseket tudnak levonni. Tehát ezeket az adatokat, amik a kollaboratív, tehát ez az együttműködési platformoknál a Wikipédiára kell gondolni, vagy a szabad szoftverfejlesztésre, ezek mind-mind gyűlnek, a játékok, ugye a különböző szerepjátékok, ezek mind-mind gyűlnek és elemezhetők. Persze nem sértődik meg senki, hogyha egy fizika előadásban egy verset idézünk. Ez egy nagyon híres vers, gondolom sokan ismerik, Kosztolányitól. Ugye, hogy beírták őt mindenféle könyvben, és ezt ő zokon vette, és azt mondta, hogy hát bizony jobb lenne neki a föld alatt rohadni, mert ezt nagyon utálja, de ő el se tudta képzelni, hogy ezek az adatok nem valamiféle adatporzó hivatalokban vannak, ilyen adattömbökbe, vagy hogy mondják ezt, tárolókba elhelyezve, hanem digitális formában és óriási mennyiségben. Hát aki újságot olvas, azt tudja, hogy nemrég volt ugye ez az úgynevezett NSA botrány, és a mai újságban lehetett olvasni, hogy nagy valószínűséggel még a német kancellárnőt is lehallgatták, tehát itten az erkölcsi kérdéseknek a hosszú sora vethető fel, de mi nem ezzel akarunk foglalkozni, hanem örülünk annak, hogy itt egy aranybánya van a számunkra. Ugye ez az adatok. Mi nem akarunk visszaélni ezzel, a tudomány nem akar ezzel visszaélni, tudjuk azt, hogy mindent föl lehet jó és rossz célra is használni, hanem itt ténylegesen megérteni szeretnénk a társadalom szerkezetét. Na, ennyi tulajdonképpen a bevezető, nem tudom, hogy pontosan mennyi időm van. Jó, majd szóltok, hogy mikor. Lelőttök a végén. Tehát most egy kicsit konkrétabb leszek, és azt akarom megmutatni, hogy ilyen adatokból milyen jellegű következtetéseket lehet levonni. A mobiltelefonok különleges szerepet játszanak az ilyen adatgyűjtésnél, mert a mobiltelefonok ma olyanok egy kicsit, mint hogyha egy szervünk lenne a mobiltelefonja mindenkinek. Van itt valaki, akinek nincs mobiltelefonja? Egy fő. De Ez mutatja, hogy azért a lefedettség meglehetősen nagy, ahogy ezt szépen szokták mondani. És ez a mobiltelefon ez elkísér bennünket mindenhova, kis jeleket sugároz, lehet követni, hogy merre járunk. Tehát nagyon sok információt lehet kivenni abból, hogy a mobiltelefont használjuk. Most ez az első dolog, amit itt meg akarok mutatni, ez arról szól, hogy ha nekünk megvannak ezek az adatok, hogy ki kit hívott, mikor, mennyi ideig, akkor ebből a társadalom szerkezetét hogyan lehet feltérképezni. Persze az adatok nem úgy vannak meg, hogy Kis Péter hívta Nagy Jánost, hanem úgy, ezek titkosítva vannak, vagy egy kóddal vannak ellátva, valami anonim kódsorozatot kapunk, de ilyen értelemben azonosíthatók a szereplők. Nos, a meglévő adatok segítségével egy hálózatot konstruálunk azzal a módszerrel, ahogy ez itt le van írva. Ugye a telefonhívások úgy néznek ki, hogy X hívja Y-t mondjuk egy adott néhány hónapos idő alatt, összesen 5 percig, és Y ez alatt az idő alatt 15 percig beszél X-el. Tehát ez tulajdonképpen ilyen módon létre lehet hozni egy hálózatot, ez a hálózat egy irányított hálózat lesz, hiszen azt mindig meg lehet mondani, hogy ki hívott kicsodát. De bennünket ez nem érdekel annyira, hanem mi azt mondjuk, hogy csináljunk ebből egy irányítatlan hálózatot, azt mondjuk, hogy a lényeg az, hogy ők 20 percig beszéltek egymással ez alatt az idő alatt. És akkor van egy linkünk, egy kötésünk e között a két csomópont között. Tehát a csomópontok a személyek, a kapcsolat akkor jön közöttük létre, hogyha ők beszélnek egymással a telefonon, és a kapcsolatnak van egy természetes erőssége is, hogy mennyi ideig beszéltek egymással a telefonon. És ilyen módon ezt a hálózatot fel lehet térképezni. Itt van egy egészen icike-picike része ennek a hálózatnak. Ugye a hálózat az óriási, nem lehet látni, legalábbis azt hiszem, tehát ilyen milliós nagyságrendű a hálózat, gondolható, hogy abban nem lehetne semmit se látni, hogy azt fölpróbálnám vetíteni. És hát azt lehet tudni, hogy ez a hálózat, ez rendelkezik egy nagyon érdekes tulajdonság, amit úgy hívnak, hogy kisvilág tulajdonság. Ami azt jelenti, kicsit pongyolán fogalmazva, hogy annak ellenére, hogy ez a hálózat óriási, ugye milliós nagyságrendű, annak ellenére a távolság hálózati kötés lépésekben mérve kicsi. Néhány, mondjuk 10, ilyen nagyságrendű. Ez az emberi kapcsolatokra jellemző tulajdonság, ez a kisvilág. Mindenki ismeri ezt, szoktuk mondani, ugye, hogyha én találkozom egy ismerősömmel, és akkor elkezdek neki valakiről mesélni, és akkor kiderül, hogy ő azt az illetőt ismeri, akkor azt szoktuk mondani, hogy hát kicsi a világ. Ugye? Erről van pontosan szó. Arról van szó, hogy egy tetszőleges személyhez néhány lépés, néhány kézfogáson keresztül el lehet jutni. Ugye ez a 6 lépés távolság, talán hallottak már erről a fogalomról. És akkor itt kapcsolatot kell létesíteni ezen a ponton a társadalomtudósokkal. Mert azért ők is gondolkoztak már arról, hogy milyen szerkezete van a társadalomnak, és ez a Mark Granovetter nevű úr, aki egy amerikai szociológus, ez már 1973-ban azt a hipotézist állította fel, hogy a társadalomnak olyan a szerkezete, hogy vannak benne közösségek, ezek a közösségek nagyon erősen kapcsolatban vannak egymással, szinte mindenki mindenkivel, egy nagyon szorosan drótozott közösségről van szó, és ezek a közösségek viszonylag lazán vannak egymáshoz kapcsolva. De ezek a laza kapcsolatok, ezek a társadalom egésze szempontjából nagyon fontosak, mert ezek tartják össze a társadalmat. Ha ezeket elvágnánk, akkor közösségek széthullanának darabok. Ezért azt a címet adta ennek a híres dolgozatnak, hogy a gyenge kötések fontossága, vagy erőssége. És Ez mellesleg, ugye azoknak mondom, akik a hivatkozás számlálás nagymesterei, ez a dolgozat, ez 10 000-nél több hivatkozást kapott. No, hát itt le van írva röviden, hogy mi is ez a hipotézis. Ez azt mondja ki, hogy ha van két szereplő, akik között van egy kapcsolat, akkor minél erősebb ez a kapcsolat, annál több a közös ismerősöknek a hányada. Ez eléggé kézenfekvő, hogy ez így van, de nagyon nehéz ellenőrizni. Nagyon nehéz ellenőrizni, mert ugye a kérdőívekkel csak kis csoportokat lehet megnézni, a társadalom egészét nem lehet megnézni, az emberek nagyon szubjektívek az ilyen kérdésben, A azt mondja, hogy puszi pajtásom B, B azt mondja, hogy utálom át, nagyon nehéz ezeket a dolgokat mérni. Ha elfogadjuk azt, és ez Granovetter szellemében történik, hogy az egymással töltött idő, most itt a telefonási időre gondolok, az valamilyen értelemben mértéke a kapcsolat intenzitásának, akkor a rendelkezésünkre álló adatok pont erre alkalmasak, hogy ellenőrizzük, hogy a Granovetter hipotézis igaz-e. Ehhez még azt kell csak megtennünk, hogy ezt a kicsit verbálisan megfogalmazott kritériumot, nevezetesen, hogy minél erősebb a kapcsolat, annál több a közös barát, ezt matematikai nyelvre fordítsuk le. Hát ez itt történt meg, ez a matematikai nyelvre való lefordítás. Ugye ott egy ilyen úgynevezett átfedést definiáltunk. Ez az átfedés, ez pontosan úgy van bevezetve, hogyha nincs közös barát, ugye nincs közös ismerős, akkor az átfedés 0. Amikor minden szomszéd közös, akkor az átfedés 1. De ezt el lehet képzelni, hogy nem nehéz egy ilyen mennyiséget definiálni. Ugye, hogyha tudjuk, hogy mennyi a lábak száma egy adott csomóponton, akkor ezt nagyon könnyen lehet definiálni. És hát itt látszik az eredmény. Ez az eredmény, ez a kék vonal. Ez nem direktbe az eltöltött időt, hanem annak egy integráját ábrázoltuk itt, ez lényegében mindegy, ez azért előnyös, mert ugye látszik az, hogy a monoton kapcsolat az nem az egész tartományban igaz. A végén van egy lekonyulás, ugye? A monoton kapcsolat az, amit a Granovetter hipotézis előír, vagy megjósol, és az, hogy a végén van egy ilyen lekonyulás, az azt jelenti, hogy 95%-ban igaz a Granovetter hipotézis. Tehát azért jó ezt így ábrázolni. Tehát 95%-ban jó. Mi azt is tudjuk, hogy ez miért nem jó a végén. Elmondhatom, arról van szó, hogy azok ott a legvégén, ugye azok már nagyon nagy időt, nagyon hosszú időt töltenek egymással, ott általában az történik, hogy ezek párok. Vannak ilyen erősen kötött párok, akik napi 10 órákat beszélnek egymással telefonon. Hát, hogy miről beszélnek, azt az ifjúság fantáziájára bízom. Minden esetre ennek nem jut idejük mással beszélni, úgyhogy nincs nekik kivel átfedni. És hát az, hogy ez tényleg a topológia és az éleken való súlyok, tehát az eltöltött idő, egymás eltöltött idő közötti kapcsolat miatt van, ezt nagyon könnyű ellenőrizni, mert hogyha össze-vissza dobáljuk ezeket a súlyokat, tehát a topológiát megőrizzük, de ezt a kapcsolatot felmondjuk, akkor megszűnik a függés, és szépen kapunk egy vízszintes vonalat. Jó, hát itt van egy kis magyarázó ábra, ugye az látszik, hogy valóban ennek aztán az a következménye, hogy vannak ezek a jól drótozott, erősen összekötött közösségek, amelyek gyenge kapcsolatokkal vannak egymáshoz fűzve. Ez egy lokális tulajdonság, ugye ez az átfedés, ez egy lokálisan definiált tulajdonság. Ott helyben dől el, van nekem egy szomszédom, a mi kapcsolatunk erős, akkor a barátunk gyenge, akkor kevés átfedő barátunk van. Ennek globális következményei vannak. Ez az egész hálózatra kiterjedő következményei vannak. Ez itt látszik. Ez egy olyan kísérlet, amit ugye gondolatban végeztünk persze csak el, hogy van ez a hálózatunk most már, és minden élen van egy szám, amelyik megmondja, hogy mennyi ideig telefonáltak azon az élen, azon a kapcsolaton. És akkor, hogyha a legerősebbeket kezdjük szétvagdosni, akkor ez a görbénk van, ez a fekete görbénk, és nem történik gyakorlatilag egészen az utolsó vágásig nem történik semmi. De hogyha a leggyengébbnél kezdjük, és szépen vagdossuk a leggyengébbeket, akkor egyszer csak szétesik darabokra a hálózat. Tehát pontosan az történik, amit Granovetter megjósolt, hogy van ezeknek a gyenge kötésnek egy nagyon fontos szerepük, nevezetesen együtt tartják a hálózatot. Jó, tehát ez egy példa arra, hogy egy 20-30 éves hipotézist a társadalomtudományban, amit szinte lehetetlen kísérletileg bizonyítani vagy cáfolni, ugye ez a kísérleteknek ez a feladata, hogy bizonyítsák vagy cáfolják az elméleteket, azt ezekkel a módszerekkel meg lehetett közelíteni és be lehetett látni, hogy igaz. Említettem, hogy bennünket persze igazából az érdekel, hogy a folyamatok a komplex rendszerekben hogyan zajlanak. Ezek a folyamatok, ezek lényegében a komplex rendszer funkcióját adják. És az egyik legfontosabb ilyen folyamat egy komplex rendszerben, különösen, hogyha ez egy kommunikációs hálózat, a terjedés, hogy hogyan terjed az információ a kommunikációs hálózatban. De a terjedés mindenféle hálózatban fontos lehet. Gondoljunk csak arra, hogy a társadalmi hálózatban terjednek a betegségek, vagy a komputerek hálózatában terjednek a komputervírusok. Tehát a terjedés egy lényeges, egy alapvető dinamikai jelenség, amit célszerű részleteiben vizsgálni. Most ennek nagyon nagy matematikai irodalma van. Egész röviden azt lehet mondani, hogy a modelleket úgy konstruálják meg, hogy azt gondoljuk, hogy a hálózat csomópontjainak háromféle állapota lehetséges. Lehet egészséges, de fertőzhető, tehát szuszceptibilis a betegséggel szemben, fel tudja venni a betegséget, meg lehet fertőzni. Lehet fertőzött, ugye, akkor ő meg tud fertőzni valakit, és lehet, hát ez már az ízlés dolga, hogy halott, ugye, akkor már nem fertőz, és őt se lehet megfertőzni, vagy meggyógyult és immun. Ugye, ez ugyanaz a terjedés szempontjából. Ami nagyon lényeges, az a terjedés sebesség. Ez mindenféleképpen ez a legfontosabb tulajdonsága, vagy legfontosabb jellemzője a terjedésnek. Amikor valami jó dolog terjed, mondjuk az innováció terjedése, akkor azt szeretnénk, ha minél gyorsabban terjedne, főleg, hogyha mondjuk a szabadalom a miénk. Amikor pedig arról van szó, hogy egy betegség terjed, vagy egy komputervírus terjed, akkor az a jó, ha minél kevésbé terjed, esetleg nem is tud szétterjedni, hanem le lehet blokkolni, akár immunizációval, vagy valamilyen módon. Tehát a sebesség egy lényeges dolog, így néz ki egy úgynevezett terjedési görbe, ahol ábrázoljuk a már megfertőzötteket, elosztva az összes, tehát ez az aránya tulajdonképpen a megfertőzött csomópontoknak, az idő függvényében. És ez három szakaszra bomlik. Van egy kezdeti, nagyon gyorsan felívelő szakasz, van egy nagyon lassú konvergens szakasz, és van egy természetesen egy átmeneti szakasz. És ugye említettem én a kisvilág tulajdonságot, ugye, hogy valamennyien ezen a bolygón 6 kézfogásnyi távolságra vagyunk egymástól. Akkor azt lehetne gondolni, hogy hát ez bizony nagyon gyors terjedéshez fog vezetni, mert ez azt jelenti, hogy ebben a hálózatban, ami az egész bolygót körülöleli, ebben a távolságok nagyon rövidek, és akkor az azt a terjedést elősegíti. Hát ez nem egészen így van, ugye, mert ez a 6 lépés távolság, ez csak azt jelenti, hogy van egy ilyen út, ugye, van egy ilyen kapcsolati út. De ez egyáltalán nem nyilvánvaló, hogy a terjedés során ez az út fel is fog lépni, ezt megtalálja a terjedő információ vagy betegség. Jó, tehát ha mi tényleg végig akarnánk járni ezt az utat, hogy hogyan is terjed az adott információ a társadalomban, vagy a betegség a társadalomban, ehhez nagyon sok mindent kellene tudnunk. Kellene tudnunk pontosan a társadalom szerkezetét, kellene tudnunk pontosan azt a mikroszkopikus mechanizmust, ugye, hogy vannak olyan betegségek, amik cseppfertőzéssel terjednek, vannak olyan fertőzések, amik köztes gazdával, és így tovább. Én nem értek a biológiához, de ez egy nagyon komplikált dolog. Tehát nyilvánvaló, ezt mind-mind figyelembe kellene vennünk. Figyelembe kellene vennünk ezen kívül, és ez egy nagyon fontos szempont, a kapcsolatoknak a dinamikáját. Ugye akkor tudom átadni azt az információt, ha találkozom valaki. Hiába vagyok én valakivel jóba, ha nem beszélek vele, nem kommunikálok vele, akkor nem tudom átadni az információt. Ennek van egy dinamikája, ugye hogyan kommunikálok a partneremmel, és ez nagyon lényegesen befolyásolja a terjedést. Hát ezt mind-mind tudni nem lehet, ugye ez világos, hanem valahogy modellezni kell ezeket a dolgokat, és hát itt jön be a fizikus attitűd, a fizikus hozzáállás. Ugye vannak nekünk ezek az adataink, amelyek nem csak arról szólnak, hogy mennyi ideig beszéltek ezek a partnerek egymással, hanem arról is szólnak, hogy mikor, pontosan mikor, azt is tudjuk, hogy ki, mikor, kivel, mennyi ideig. Tehát ezt a dinamikai információt, ezt is tudjuk. Ezen kívül még azt is tudjuk, hogy mi a nemük, meg mennyi idősek, meg mi a postai irányítószámuk, tehát nagyon sok mindent lehet tudni ezekről a szereplőkről. De most ebben a pillanatban az utóbbi információkat tegyük félre, majd lesz még erről szó. És akkor azt lehet csinálni, hogy egy modellszámolást lehet végigvinni, hogy azt mondjuk, hogy tegyük fel, hogy valahol születik egy információ, és azt a következő beszélgetésben az illető továbbadja. És akkor az illető, aki ezt megkapta, ezt az információt, ő is, amikor beszélgetni fog, mindig továbbadja, és ilyen módon terjed az információ. Ez a modell, ez egy egyszerű modell, ez az úgynevezett SI modell, amikor csak szuszceptibilis, csak fertőzhető és fertőzött szereplők vannak. Nem tételezzük fel azt, hogy valaki ellenáll az információnak, vagy elpusztul tőle, hanem és ez nyilvánvalóan egy hamis feltételezés, mindig továbbadja az információt. Ezt nem szoktuk csinálni, mert szelektálunk, ugye hallunk valamit a barátunktól, akkor a mamának nem biztos, hogy ezt el fogjuk mondani, és így tovább. De itt most ez nem... Ja. Jó, ez egy szexista megjegyzés volt. Úgyhogy jó, de hát ez a modell, és hát meg lehet próbálni akkor jellemezni a rendszert. Hát egyik jellemzője a rendszernek, hogy csinálunk egy statisztikát arra, hogy két beszélgetés között mennyi idő telik el. És ezt a görbét kapjuk. Ezt a görbét kapjuk. És ez egy nagyon érdekes görbe, mert az összes modell, ezek a matematikai modellek, bocsánat, igen, ez a statisztika, ez azt jelenti, hogy lemértük, hogy adott eseményközi idő hányszor fordul elő. Lényegében ez van a függőleges tengelyen, ez egy eloszlás. És ez nagyon lényeges, hogy ez ilyen érdekes alakú, mert az összes modell, amivel számolni szoktak, az egy nagyon egyszerű eseményközi idő eloszlást tételez fel, nevezetesen exponenciális. Mert ezeket a folyamatokat nagyon könnyű számolni, úgy hívják ezeket, hogy Poisson folyamatok, és a matematikusok mindent tudnak a Poisson folyamatokról, úgyhogy ezt mindenki tudja, hogy mit kell csinálni, de nem ez a valóság, sajnos. Ugye a fizikus hozzáállás azt mondja, hogy először nézzük meg, hogy mi van, jó, és utána kezdjük el modellezni. Hát ez van, nem Poisson folyamatok vannak, és ráadásul még az egész abszolút nem egyenletes, mert van egy napi aktivitási görbe, éjszaka nem szoktunk telefonálni, ugye napközben is van egy ritmusa az életünknek, és van egy heti ritmusa is, Ez itt péntek este, tehát nem tudom, hogy ki lehetett találni, hogy mi történik itt. Minden esetre a telefonálások száma ugrásszerűen megnövekszik. Tehát azt látjuk, hogy nem Poissonia a rendszer, és ezt a kétféle, a nem Poissonia és ezt a nagyon inhomogén rendszert, ezen az ábrán próbálom összehasonlítani. A Poisson-i rendszer, tehát a Poisson folyamat az itt fönt van. Ez is egy véletlen folyamat, de nagyon egyenletes véletlen. Ugye van egy karakterisztikus távolság a vonalak között, és az egy kicsit tudtam fluktuál. Ezzel szemben a másik esetben azt látjuk, hogy ez rettentesen inhomogén, néha borzasztó sok minden történik, ugye ez van, nem tudom, péntek este, és aztán kialusszuk magunkat, ugye, és óriási lukak vannak. Nem csak ez az oka az inhomogenitásnak. Ugye ezt a periodicitást, ezt a biológiai ritmust, ezt ki lehet az egész adatból szűrni. Ugye ezt tudjuk, hogy így van, akkor ezt ki lehet szűrni. És a vicc az, hogy ami marad, az is ilyen. Az ugyanilyen inhomogén. És ennek nagyon egyszerű oka van, az ember nem egyenletesen viselkedik, hanem azt mondja, hogy na most elintézek néhány telefont. Aztán nem is veszi föl a telefonját. És most elintézem az e-mailjeimet, és így tovább. Tehát nagyon inhomogén módon viselkedünk, és ezt lehet látni itt ezeken az ábrákon. Ugye mondtam, hogy az eseményközi idő eloszlása exponenciális, hogy az exponenciális függvény az olyan, hogy a logaritmikus y-tengelyel és lineáris x-tengelyel ábrázolva ezt az eloszlás, ezt a gyakoriságot, amit mértünk, egy egyenest kapunk. Ugye ez exponenciális függvény ilyen. Ellenben ez a nagyon inhomogén viselkedés, amit itt látunk, ez olyan, hogy egyenest akkor ad, ha mind a két tengelyt logaritmikusan vesszük fel. És melyik az a függvény, ami egy egyenest ad egy ilyen log-log ábrán? Hát ez a hatványfüggvény. Ugye a hatványfüggvény szerint cseng le, és a hatványfüggvény szerinti lecsengés az azt jelenti, hogy nagyon nagy lukakat is fogunk találni, mert a hatványfüggvény sokkal, akármilyen hatvány, sokkal lassabban cseng le, mint az exponenciális függvény. Jó, tehát ez általánosságban az eloszlás függvényekről, és ez az, amit látunk, ugye? Az látszik, hogy tényleg vannak ezek a nagy lukak. Itt nagyon különböző skálák vannak, mert ez egy átlagos felhasználó, itt a skála elmegy egészen 100 napig, ez pedig egy nagyon szorgalmas felhasználó, aki sok hasznot hajt a szolgáltatónak, mert sokat telefonál. Nagyon sokféle oka lehet annak, hogy mi befolyásolja a sebességét a terjedésnek. Lehet az, hogy ilyen láncok alakulnak ki, ugye, hogy én felhívom A felhívja B-t, B felhívja C-t, és akkor ezek egymást szinte előidézik, ezek a hívások. Lehet az, hogy ahogy az előbb mondtam, hogy ilyen villanásos tulajdonsága van, van ez a napi ritmus, és így tovább. Tehát nagyon sok oka lehet annak, hogy miért változik a sebessége a terjedésnek, egy teljesen véletlenszerű terjedéshez képest. És hát itt az az eredmény látszik ezen, hogy igazából meglehetősen lassú a terjedés, hogyha feltételezzük, hogy csak ezen a csatornán folyik. Ugye, hogyha egy pletyka terjed, akkor ha csak nem valami nagyon fontos dologról szól, akkor az a sajtóban, meg a tévében nem fog előfordulni, mert persze mindjárt mihelyt a média közli a hírt, akkor mindenki tudomást szerez róla, az nagyon felgyorsítja. De hát itt pontosan azt néztük, hogy a hálózaton való terjedés hogyan megy. És ez az empirikus, és akkor itt lépésről lépésre bekapcsoltuk ezeket a hatásokat, amelyek közül néhányat megemlítettem, és az látszik, hogy ténylegesen a tapasztalati, tehát az a rengeteg korrelációt tartalmazó, nagyon villanásos, nagyon inhomogén rendszer az, ami a leglassabb terjedést idézi elő. Én azt hiszem, hogy ezt egy picit átugrom, és ide jövök, mert ez egy szexi rész. Itt ugyanis azt vizsgáltuk, hogy a különböző szorosságú kapcsolatok hogyan függenek a szereplők nemétől és életkorától. Hát ezek az adatokból leszűrt dolgok, amik itt vannak, és ezt azért szeretem, ezt az ábrát, mert erről lehet egy egész regényt mesélni. Pirossal a hímneműek vannak ábrázolva, pirossal a nőneműek, kékkel a hímneműek. Kötés van közöttük akkor, hogyha ők kapcsolatban vannak egymással, hát mi persze csak a telefonkapcsolatot látjuk. És a szám, ami rá van írva, az azt jelenti, hogy az adott időszakban, ami néhány hónap volt, hányszor beszéltek egymással. Hát az látszik, ugye, hogy ez itt minden valószínűség szerint egy házas pár, akik hát beszélgetnek elég gyakran egymással. Van nekik egy fiúk, 20 éves fiúk, és egy 23 éves lányuk. A mama a lányával nagyon sokat beszél. A fiával nem annyit. A lánynak van egy barátnője, egy idősebb barátnője, és van egy barátja. A barátjával rengeteget beszél. Ez nem meglepő. Nagyon érdekes, hogy mi azt is tudjuk, hogy mikor beszélnek, és azt látszik, hogy csak hétközben beszélnek. És azt is tudjuk, hogy honnan beszélnek. Azért beszélnek hétközben olyan sokat, mert a fiú több száz kilométerre dolgozik a lánytól. De hétvégén egyáltalán nem beszélnek egymással telefonon. Valószínűleg akkor alkalmuk van másfajta kommunikációra. Tehát, és ez lehet folytatni, ugye látszik az, hogy a fiú jóban van a lány testvérével, és így tovább. Tehát tényleg ezt el lehet mesélni vég nélkül. És akkor egy ilyen adat halmazról kell nekünk azt az információt leszűrnünk, hogy van-e valamiféle preferencia a kapcsolatban a nemek szerint. Nem egy nagy feltalálás lesz, hogyha azt mondjuk, hogy van. És az életkor szerint ez hogy változik? Ez már talán egy érdekesebb kérdés. Hát ezt úgy csináljuk, hogy bevezetünk egy nem változót, ugye, a szereplők nemét egy változóval írjuk le, azt mondjuk, hogy +1 a fiú és -1 a lány, lehetne fordítva, semmiféle diszkrimináció nincs ebben. Így csináltuk. Na, ugye, hogyha az átlagos G az 0 lenne, az azt jelenti, hogy ugyanannyi fiú van, mint lány, ugyanannyi férfi, mint nő a rendszerben, egy teljesen kiegyensúlyozott rendszerünk lenne. Hát ez nem így van, nekünk csak egy mintánk van a társadalomra, vagy egy szolgáltató által adott adatmennyiség, és ebben konkrétan eltolódik az átlag egy kicsit a férfiak irányába. Na most akkor azt mondjuk, hogy az úgynevezett egocentrikus hálózatokat nézzük. Ez a nagyképű kifejezés csak azt jelenti, hogy oda megyünk egy személyhez, és az ő kapcsolatait vizsgáljuk. És akkor ő az ego, és a többiek az úgynevezett alterek, tehát a kapcsolatok. És azt mondjuk, hogy mindenkiről tudjuk, hogy mennyit beszélnek, ugye hányszor hívták egymást, és akkor ez a szám, ez a kötés erősségét, a kapcsolat erősségét fogja jelenteni. És az egyszerűség kedvéért azt mondjuk, hogy a legerősebb kapcsolat az a legjobb barát, a második legerősebb kapcsolat az a második legjobb barát. Tehát ugye barát ez nem egy helyes kifejezés, mert ez lehet az édes mamája is, aki nem barátja, de mi így hívjuk az egyszerűség kedvéért. Tehát tudjuk, hogy mit jelent, azért hangsúlyozom ezt. Jó. Tehát itt látható egy eredmény. Mit látunk ezen? Ugye ezen azt látjuk, hogy itt lent, ezen az tengelyen, ezen a az egónak, tehát a vizsgált személynek az életkorra van feltüntetve, és a legjobb barátjának a neme az életkor függvényében. Ugye? Hát nagyon megdöbbentő, ugye, hogy a fiatalok szeretnek a más neműekkel barátkozni. Ez látszik itt, ugye, hogy ugye ez a tengely, ez mutatja a nemét a legjobb barátnak. Ha ebben a tartományban vagyunk, akkor az fiú, ha ebben a tartományban vagyunk, akkor a legjobb barát lány vagy nő. Ugye? És az látszik, hogy a fiatal fiúk, azok lányokkal barátkoznak, és a fiatal lányok, azok fiúkkal barátkoznak. És pedig még az is látszik, hogy a lányok egy kicsit jobban barátkoznak a fiúkkal, mint a fiúk a lányokkal. Ugye? Ez érdekes, hogy ez hogy van, de tényleg így van. Ugye látszik egyrészt azon, hogy ez korábban kezdődik, ez a váll, de ezt majd látni fogjuk, hogy miért kezdődik korábban, de mindenki ki tudja találni, mert a lányok, ez nekem nagy fájdalom volt gimnazista koromban, a lányok mindig idősebb fiúkkal szeretnek barátkozni. Ugye? Tehát ők korábban kezdik, hogy úgy mondjam, és ez itt látszik is. Ugye? Ez itt látszik, de az is látszik, hogy ez az egész vál, ez tovább tart. Ugye itt a fiúknál van egy kis lelkesedés, de aztán ez így beáll. De beáll a másik nemnél, tehát ott marad. A lányoknál ez tovább tart, de aztán meredeken csökken, és átmegy a másik oldalra. Ez érdekes, nem? No, hát itt látható a második legjobb barát. Ez a második legjobb barát, hát ez valamilyen értelemben majdnem, hogy a tükörképe ennek, ugye? A második legjobb barátját a lány a lányok közül választja, és a fiú a fiúk közül választja. Hát valakinek csak el kell mesélni a sztorit. És hát aztán itt később persze a dolog érdekesen változik. De ez nem az egész történet, mert ebbe bele lehet még jobban zoomolni. Ugye lehet azt csinálni, hogy én azt mondom, hogy álljunk meg, hogy a 25 éves fiatalembernek a legjobb barátai nem csak nem szerint, hanem kor szerint hogyan oszlanak meg. Ezt látjuk itt. Ugye ez a 25 éves fiatalember, hát bizony látszik az, hogy egy nagyon erős csúcs van a lányoknál, egy kicsit fiatalabbak ezek a lányok, mint ő, ugye az is látszik, mert van egy ilyen eltolódás jobbra. Itt van egy icike-picike kis karakter, ez szignifikáns kis púp. Van, aki még 25 éves korában is a mamáját hívja leggyakrabban. Vannak ilyen. Itt vannak a lányok. Ugye a lányoknál mondtam, hogy ők idősebb fiúkat keresnek. Ez is látszik mindjárt, hogy el van tolódva a csúcs jobbra. És hát ez a csúcs, ez bizony magasabb, mint a fiúknál. És akkor itt látszik az, hogy mi történik, amikor 50 évesek lesznek ezek a fiúk. Amikor 50 évesek lesznek, akkor ők bizony még mindig a partnerükkel telefonálnak a legtöbbet. Hát van, aki az ivó cimborájával persze. És megjelenik itt egy másik csúcs. Ez el van tolva pontosan egy generációnyira. Hát ez az apukák is törődnek a gyerekekkel, ez látszik ebből. Itt látható az 50 éves nő. Az 50 éves nőnél a gyerekek csúcsa az már ugyanolyan magas, mint a partneré. Tehát az anyák azok ebben a korban már inkább a másik generáció felé fordulnak. És még egy lépést teszünk. Ez itt az előző ábra, csak hogy össze tudjuk hasonlítani. Ez akkor van, amikor 60 évesek lesznek. Amikor 60 évesek lesznek, hát akkor az ember már egyre többet szorul a gyerekeire, de ami a lényeg az az, hogy a 60 éves nőknél nagyon erős csúcs van a lányok felé. Tehát az anyukák a lányokkal speciális kapcsolatban vannak. Ezt mindenki tudja egyébként, ez nem egy nagy felfedezés, De itt feketén-fehéren látjuk. Ennek aztán mi tekintete arra, hogy ebben a cikkben szerepelt egy antropológus is, nagyon mély jelentést tulajdonítottunk, én ehhez nem értek nagyon, és nem tudom, hogy mennyire igaz, de ő azt mondta, hogy ebből nagyon sok mindent ki lehet olvasni, azt lehet belőle kiolvasni, hogy a nőknek az evolúciós szerepe az ténylegesen a harmadik generációval való törődés, mert ugye azért van speciális kapcsolatban a lányával, hogy hozzáférjen az unokához. És hát vannak olyan elméletek, hogy a nők hosszabb élete, ugye tudjuk, hogy a nők tovább élnek, és ennek valamilyen evolúciós oka van. Hát ennek az az evolúciós oka, hogy egy férfi már képtelen vadászni, akkor semmit se ér, de egy nő, egy idős nő még mindig kiválóan tud vigyázni az unokákra. Jó, lényegében ennyit akartam elmondani, itt összefoglalva az elmondottakat, azt szeretném hangsúlyozni, hogy a bennünket körülvevő komplex rendszerek, és ezek körül különösen azok, amelyeknek társadalmi vonatkozásaik vannak, ezek kiválóan átvilágíthatók azoknak az adatoknak a segítségével, amelyeket az információs kommunikációs technológia miatt el lehet érni. És itt néhány példát mutattam ezzel kapcsolatban be. Az egyik példa arra vonatkozott, hogy a társadalom szerkezetét hogyan lehet, ez a topológiáját hogyan lehet feltérképezni, illetve a topológia és a súlyoknak, az intenzitásnak a kapcsolatát hogyan lehet feltérképezni, és ennek segítségével egy hosszú ideje be nem bizonyított szociológiai hipotézist igazolni, illetve azt próbáltam röviden megmutatni, hogy a folyamatokba is bele lehet látni, hogyha dinamikai adataink vannak, és a terjedésnek a sebességét, illetve az azt befolyásoló tényezőket meg lehet érteni. És hát végül ebben az utolsó példában pedig azt próbáltam megmutatni, hogy ha elegendő adat áll rendelkezésünkre, és ez a helyzet a telefon adatok esetében, nagyon érdekes társadalom szociológiai következtetéseket lehet levonni, amelyek részben kézenfekvőek, ugye nem csodálkozott senki nagyon, részben viszont azáltal, hogy kvantitatívvá vannak téve, és feketén-fehéren látszanak, hogy ez így nem egy városi legenda már, hanem az adatokból kiolvasott tény, és ennek megfelelően lehet aztán a vonatkozó kérdéseket kezelni. Nagyon köszönöm a figyelmet! Az időrendben volt?